Már felépítették a 60-i sörfesztivál rendezvény sátrát a Népkertben. A szakemberek a színpad elemeit szerelik, mások pedig a helyszín díszítését is elkezdték. Ezt követően érkezik a fény és a hangtechnika, majd a sörcsapok és a gasztruárusok pultjait is hamarosan beépítik. Tudtuk meg a rendezvény szervezők szakmai vezetőjétől. Kis Adrien kiemelte, hogy a rendezvénysátor mérete biztosítja a vendégek zavartalan szórakozását. Ez egy hatalmas, 1200 négyzetméteres sátor, körülbelül 4000 fő befogadására alkalmas. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az időjárás viszontagságainak nem vagyunk kitéve. Kis Adrien arra is felhívta a figyelmet, hogy a sátort 5 ponton keresztül folyamatosan fűteni fogják, így hűvösebb idő esetén sem fázik majd senki. Emellett kiemelte azt is, hogy azokra is gondoltak, akik távolabbról nézik majd a koncerteket. A sátor közepén a keverő állás mögött egy LED fal kerül kiépítésre. Szeretnénk azoknak is igazi koncertélményt adni, akik nem közvetlenül a színpad előtt állnak. Az idei sörfesztivál tematikája is megújult. Ebben az évben kifejezetten szerettünk volna a fiataloknak kedveskedni, így a pénteki nap kifejezetten nekik szól, míg a szombat inkább már a retroé, és mind a két nap a koncertek után az adott nap tematikájának megfelelően DJ-k fogják pörgetni a lemezeiket. Kis Adrien hozzátette, hogy a rendezvény teljes egészében ingyen látogatható. A szervezők azt kérik, hogy akik autóval érkeznek, azok a Bástya úti parkolóban, a Diszi parkolóban, valamint a fedett busz megálló parkolójában keressenek majd helyet a megállásra.